Vitázni fogunk. Tudom, hogy sok mindenben egyetértünk, de azt is tudom, hogy sok mindenben nem, és fontos, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Három meneten keresztül fogunk vitázni, most nem lesz boxkesztyű, és én nem egy bíró vagyok, de van egy ilyen piros csengőm, ezzel fogom jelezni, hogyha lejárt egy menet. Minden menetünkre 7 perc áll rendelkezésünkre. Úgyhogy kezdjük is. Az első témánk, a kapitalizmus nem lehet fenntartható. Én azt gondolom, hogy nem lehet fenntartható a kapitalizmus. A kapitalizmus az egy növekedésre épített rendszer, tehát nem az a definíciója, hogy magántulajdon meg piac, azok voltak a kapitalizmus előtt is. A kapitalizmus definíciója, hogy folyamatos növekedés van belekódolva, növekednie kell a GDP-nek, növekednie kell a vállalatoknak, ha ezt nem teszik, akkor folyamatosan problémát érzünk. Márpedig, ha növekszik a kapitalizmus, akkor egyébként egyre több üvegházhatású gáz fogunk kibocsátani, egyre több anyagot fogunk használni, egyre több szemetet fogunk termelni. Lehet ennek az arányát csökkenteni, tehát nyilván lehet energiahatékonyabb és anyagfelhasználás hatékonyabb termelési technológiákat kitalálni, de ez soha nem lesz nulla. És hogyha nem nulla, akkor egy folyamatosan növekvő rendszer, az folyamatosan több és több és több üvegházhatású gáz fog kibocsátani, amiből már egyébként most több van, mint amire szükségünk van. Ha ezt az ember egyszer végig gondolja, akkor azt gondolom, hogy abból az kijön, hogy nem lehet fenntartható a kapitalizmus, hogyha csak 3%-kal növekednénk, és ez a 3% se nem túl sok, se nem túl kevés, ez egy ilyen elvárt növekedés évente a GDP-ben, hogy csak 3%-kal növekednénk évről évre, akkor ennek a mostani világgazdaságnak a 11-szeresét érnénk el az évszázad végére. Na most ugye a Párizsi Klímaegyezményben megegyeztünk, hogy már most túl sok az üvegházhatású gáz, el tudunk képzelni egy olyan világgazdaságot belátható időn belül, ami 11-szer akkora, mint a mostani. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert minden más társadalmi rendszerről pontosan tudjuk, hogy nem fenntartható. Ugye a kapitalizmus az egyetlen rendszer, amiről vitatkozhatunk. Minden más társadalmi rendszer kapcsán tudjuk, hogy ugye a kelet-európai kommunista rendszereket titkos rendőrséggel és munkatáborokkal lehetett fenntartani, és az emberek az életüket kockáztatva a szöges csótor átmásztak át a kapitalizmusba. Ma akár Líbiából, Nyugat-Európába, akár Haitiból az Egyesült Államokba emberek az életüket kockáztatva próbálnak kis gumisórakokon át evickélni a kapitalizmusba. Tehát a kapitalizmus az a rendszer, aminek fenntarthatónak kell lennie. Na most ezt a kérdést, hogyha az adatok során nézzük meg, és érdemes egymást mellé tenni az ENSZ Human Development Indicatorokat és az egyfűtő energiafogyasztást egy keresztmetszeti mintában. Azt látjátok, hogy körülbelül 100 gigajoule per főnél minden korreláció megtörik, és akkor jönnek olyan társadalmak, mint mondjuk összehasonlítva mondjuk Franciaországot az Egyesült Államokkal, a franciák tovább élnek, egészségesebbek, kevesebb erőszakos bűncselekmény van, több szabadidejük van, viszont fele annyi energiát fogyasztanak. Tehát ott vannak azok a viselkedés formák, hogy járatom az autó motorját, amikor közben átöltözök. De 100 gigajoule per fő alatt egy brutális egy az egyben korreláció van a Human Development és az egyfőtő energiafogyasztás között, mert ez a fejlődésnek az a fázisa, amikor a növekvő energiafogyasztás az azt jelenti, hogy 10 éves lányok iskolába mennek, ahelyett, hogy naponta 3 órát hordanák vödörben a vizet, mert van vezetékes víz. És ugye a vezetékes vízhez kell acél a csőhöz, amihez energia kell, és kell pumpálni a vizet, amihez villamos energia kell. Na most körülbelül 7 milliárd ember van 100 gigajoule alatt, körülbelül 1 milliárd ember van 100 gigajoule fölött. Én azt gondolom, hogy annak az 1 milliárdnak, aki 100 gigajoule fölött van, annak el kell gondolkodnia az életmódján. Valószínűleg nem lesz technológiai megoldás arra a problémára, hogy hogyan lehet dél-afrikai epret európai szupermarketekbe szállítani repülőgéppel januárban. Vissza kell térni arra a koncepcióra, hogy van egy epelszezon. Ugyanakkor viszont azt is gondolom, hogy fejlett energiarendszerekkel rendelkező nyugati társadalmakból azt mondani 7 milliárd embernek, hogy ti nem érhetitek el ezt a 100 gigajoule-t, az egy végtelenül álszent állítás. Na most egyébként azt is megfigyeltük, hogy az Arató kiszáradásától az Orinoco folyó olajszennyezéséig a legmocskosabb környezetrombolásokat nem kapitalista rendszerek csinálták történelmileg. Igazándiból a fejlett piaszgazdaságokban körülbelül 15 évvel ezelőtt megtörtént az úgynevezett decoupling, a szétválás, amikor az energiafogyasztás elkezdett csökkenni egy dinamikus gazdasági növekedés ellenére. Valamint picit később, de megtörtént az energiafogyasztásnak is elkezdődött a dekarbonizációja. Tehát ma
a bármi fajta klímaátmenet pálya az azzal jár, hogy egészen biztos, hogy Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, Japánban egészen biztos, hogy egy csökkenő energiafogyasztás lesz, egy remélhetőleg dinamikus gazdasági növekedés mellett, részben az energiahatékonyság, részben a gazdaság struktúrás változásai kérdés. Bocsánat, muszáj átadnom a szót, de hogy László azt mondja, hogy a kapitalizmus a legfenntarthatóbb társadalmi, illetve gazdasági berendezkedés, és akik szerinted szupergazdagok, vagy a globális elit tagjai, nekik kell elgondolkodni azon, hogy hogyan csökkentsék a fogyasztást. Két dolgot mondanék arra, amit László mondott. Az egyik az, hogy évszázadok óta nincs más rendszer, mint kapitalista rendszer. Tehát az, amit te kommunizmusnak nevezel, a szovjet típusú gazdaságok, azok valójában kapitalista gazdaságok voltak. Ez lehet, hogy meglepő nagyon sokak számára, de elég széles irodalma van annak, hogy ezek tulajdonképpen államkapitalista gazdaságok voltak. Semmi más nem történt, mint hogy a tőkés tulajdonos helyére belépett az állam. De még Marx értelemben sem voltak ezek marxiánis szocialista rendszerek. Marx nem rakott volna egy pecsétet a szovjet típusú rendszerekre, hogy ezek nem kapitalista rendszerek, ezek full kapitalista rendszerek voltak. Tehát nincs más rendszer, nem tudunk másról vitatkozni, évszázadok óta csak kapitalista rendszer van. Ez az egyik. A másik az, hogy a nyugati társadalmakban miért tudott csökkenni növekedés, gazdasági növekedés mellett a környezet terhelése? Azért, mert átvittük a termelést Kínába. Tehát gyönyörűen meg lehet látni az adatokba, hogy gyakorlatilag ugye van az a mondás, hogy a Jóisten megteremtette a világot, azóta minden más Kínában gyártanak. És ez a magyarázata annak, hogyha a nyugati világban nem kell fizikailag előállítani dolgokat, mert azt Kínából hozzuk be, mi nőtt meg a kínai környezetterhelés és a tengeri szállítmányozásnak a környezetterhelése. Így könnyű Észak-Nyugat-Európának csökkenteni a karbonlábnyomást. Az adatok nem téged igazolnak, tehát erre nagyon sok ökonometriai elemzés van. Az outsourcing az körülbelül az energiaintenzitás csökkenésének a 25%-át magyarázza. Az energiaintenzitás csökkenésének a 75%-a az részben a technikai energiahatékonyságnak a javulása. Tehát mondjuk, amikor a 60-as években az amerikai családok az első hűtőgépüket megvették, az egy 1000 kWh per éves hűtőgép volt. Ma, ha bementek egy szupermarketbe, 300-400 kWh per éves továbbá sem mondunk egymásnak. És a másik nagyon lényeges elem a szétváltban, az pedig a villamosítás. Ugye az elektromosságon alapuló technológiáknak egy fundamentálisan alacsonyabb termodinamikai vesztesége van. Tehát az outsourcing egy fontos, lényeges, de csak 25%-os elem. Továbbra sem mondunk egymásnak ellent, mert hogy azzal kezdtem, hogy persze hatékonyságnövelést tudsz csinálni, tehát az egyik részét megmagyarázza a hatékonyságnövelés, a másik részét az outsourcing, de egy olyan rendszerben, ami folyamatosan növekvő rendszer, bármilyen hatékonysági növekedés soha nem lesz nulla kibocsátás. Tehát nullára nem tudod levinni, magyarul bármilyen inkrementálisan alacsony is a környezet terhelésed, ha azt beszorzod N+1-el, akkor ez egy növekvő terhelés a világban. Meg is csináljuk ezt a szorzást azonnal, de közben lejárt az első menet ideje, meg is rázom a csengőt. Ez nem azt jelenti, hogy vége az órának is ki lehet menni, mert az óra addig tart, amíg én mondom. A második témánkra át is mentetek közben, a világot nem lehet megmenteni. Ugye szokták mondani, hogy utolsó óra vagy utolsó perc, most már azt is halljuk, hogy utolsó másodpercek, és nagyjából itt is tartottatok a beszélgetésben. Hát szerintem meg lehet menteni a világot. A világot úgy lehet megmenteni, hogy fölismerjük ezeket a tendenciákat, fölismerjük azt, hogy egy növekvő rendszerrel nem tudunk mit csinálni, és pontosan azt kell csinálni, amit László mondott az előző körben, hogy a gazdag részének a világnak, ugye van ez a híres Oxfam ábra, a pezsgős pohár ábra, ami azt mutatja, hogy a CO2 kibocsátás 50%-áért a felső 10% felelős, a CO2 kibocsátás 2/3-áért a felső 20% felelős, és az alsó jövedelmi 50%-a a világnak az mindösszesen 10%-áért felelős a globális kibocsátásnak. Annyi a feladatunk, hogy azt megértsük, hogy a globális gazdaság nem növekedhet tovább, akik fölül vannak, azoknak kevesebbet kell fogyasztaniuk, ez ugye az, amikor nem importálhatunk epret, hanem eper szezon van, és az alul lévőknek meg ugye meg kell engedni, hogy tisztességes életszínvonalon éljenek. Tehát egy óriási újraelosztás és egy nem növekedő gazdaság, ha ezt megértjük, akkor természetesen meg lehet menteni a világot. Bármilyen szinten akarod stabilizálni a bolygó hőmérsékletét, ahhoz a széndioxid kibocsátásnak nettó nullára kell csökkennie.
és az, hogy milyen szinten stabilizálod a hőmérsékletet, azt matematikailag azt határozza meg, hogy mostantól a történelem végéig még mennyi széndioxidot engedsz a levegőbe. Ez az úgynevezett széndioxid költségvetés, vagy carbon budget. Na most a szigorú, ambiciózus klímacélok carbon budgetje nagyon-nagyon szoros. És az energiarendszernek egy nagyon gyors átalakítását igényli. Na most olyan típusú gyors átalakítását, amit csak energiapolitikai eszközökkel, csak műszaki jelleggel véleményem szerint nem lehet megoldani. Tehát itt természetesen szükség van masszív beruházásokra a tiszta energia területen, és szükség van az innováció gyorsítására a tiszta energia területen. Ez a két dolog, amiről benne az ipar dolgozni tud. De szükség van ezzel szemben a fogyasztók és a kormányzatok együttműködésére is, mert olyan típusú jogszabályoknak kell megszületnie, amelyek ma még nincsenek, és olyan típusú fogyasztói magatartásformáknak kell megjelennie, amik ma még nincsenek. Én azt gondolom, hogy ez nem zárja ki globálisan a gazdasági növekedést, mert olyan energia intenzitási javulást lehet elérni a modern technológiák bevezetésével, amivel minden tovább még lehet a gazdaságot egy növekvő pályán tartani. Magyarország egy nagyon jó példa, egyébként a magyar energiafogyasztás egy harmaddal kevesebb, mint a Kádár rendszer idején volt. Azokat a hatékonytalanságokat ki lehet pucolni a rendszerből, amelyek fent tudják tartani a gazdasági növekedést, de egészen biztos, hogy az ipar egyedül nem fogja tudni megoldani a problémát a fogyasztók kooperációja nélkül. De még mindig nem mondtad meg, hogy hogyan lehet ezt a növekedést, tehát hogy a leszorított kevesebbre és kevesebbre, mondom nullára nem tudott leszorítani a kibocsátás, tehát még mindig nem mondtad meg, hogyha ez egy növekvő rendszer, ha folyamatosan nő a GDP, akkor hogyan nem nő a környezeti terhelés. Az pedig, hogy Magyarországon csökkent a kibocsátás, igen, azért csökkent a Kádár rendszerhez képest, mert összeomlott a gazdaság. Tehát a rendszerváltáskor a nagyipar, a környezetterhelő nagyipar összeomlott. Ezt mi nem terveztük, ezt mi nem akartuk, hanem ez megtörtént velünk. Az elmúlt mondjuk 8 évben Magyarországon az összes kibocsátás mutatónk romlik. Tehát most, amikor tervezni kellene, amikor tudatos átállásra lenne szükség, és Magyarország aláírója a világ összes országával a 2016-os Párizsi Klímaegyezménynek, most, amikor tudatosan csinálni kéne, akkor nem tudjuk, vagy nem akarjuk csinálni. Az a hosszú távú csökkenés, amiről beszélsz, az megtörtént velünk. Tehát kérdezted akkor, hogyha belemegyünk most a technikai részletekbe, hogy hogyan. Ugye először is az, hogy a fogyasztás növekszik, az egy makroökonomiai jelleg, azt elszámolják dollárban, euróban, forintban. De borzasztó sokat számít az, hogy azt az egy dollár addicionális GDP-t az úgy keletkezik, hogy elmegyek a jogaklubba, és a jogatanárnak fizetek, vagy úgy keletkezik, hogy az Amazonról rendelek még egy PlayStation-t. Ugye tavaly sajnos, éppen magam ellen érvileg, tavaly növekedett a világgazdaság energiaintenzitása, mert tavaly az emberek inkább az Amazonon rendeltek egy új PlayStation-t, amit le kell gyártani, oda kell szállítani. De ugye ahogyan a gazdaság áttevődik a szolgáltató szféra, és ahogyan áttevődik arra, hogy élményeket akarunk és nem tárgyakat, annak energetikai hatása az intenzitást viszi le. A második nagy elem az a design. Például mondjuk az acélipar, cementipar, mind a kettő egyenként a világ széndioxid kibocsátásának a 3%-a. Nagyon érdekes innováció van az építészeti területen, hogy hogyan lehet kényelmes, szép, jó házat építeni úgy, hogy abban kevesebb beton és kevesebb acél van. Úgy, hogy senki nem kéri azt, hogy költözünk vissza vályokunyhóba, hanem csak modern design feltételeket alkalmazunk. Utána a technikai hatékonyság, és végül nem utolsó sorban, ugye, amikor villamosítok, és mondjuk veszek egy hagyományos autó 6 liter fogy a 100 kilométeren, az fizikai terminusokban 210 megajoul energia, ugyanaz az autó ugyanazon a távon kb. 20 kWh-t fogyaszt villanyból, ami 72 megajoul. Tehát ilyen drámai hatékonyságjavulást lehet elérni. Drámai akkor, hatékonyságjavulást el lehet érni, de még mindig nem érkeztél nullára. Tehát kevesebb beton, kevesebb benzinfogyasztás, de ez soha nem nulla. Egy növekvő gazdaság az azt jelenti, hogy többet fogsz autózni, több házat fogsz építeni több embernek, ha ezt felszorzod, az egy növekvő gazdaság. A másik dolog, hogy a szolgáltató szektort, ez a másik közkeletű tévedés, hogy a szolgáltató szektor az nem jár kibocsátással. Amit most itt csinálunk, ez tulajdonképpen szolgáltató szektor, tehát emberek fizetnek azért, hogy itt egy előadást nézzenek. Ez szolgáltató szektor. Ennek nulla kibocsátása van? Hatalmas Jupiter lámpák szegeződnek lám, nem hiszem, hogy annak nulla kibocsátás lenne. Az annak ami, a hangszórónak, amin keresztül beszélek, az épület, minden. Tehát hogy a joga stúdiónak sem nulla a kibocsátása, oda el kell juss, ott fűteni kell a termet, most éppen lehet, hogy nem, de általában igen. Tehát, hogy ez alapvetően
még a Facebook nem. sem nulla kibocsátású. Zoltán, egy mondat még, pörgeted a Facebookodat, azt hiszed, hogy nulla kibocsátású tevékenység, de valójában egy hatalmas szerverpark égeti a fosszilis energiát valahol a tenger alján. Most, egyébként, ha utána számunk ezenek a lámpátnak a fogyasztásának, majd utána kiszámolod, hogy ez ugyanezen villany, mondjuk egy alumínium kohóban mennyi alumíniumot tudna olvasztani, és az mennyi GDP, ahhoz képest az a rendezvény, gratulálok a szervezőnek, legalább 100-szor annyi GDP. Ez a hamis dilemma tipikus tehát esete. Tehát amit most felállítottál, az a hamis dilemma tipikus esete. Most természetesen hozzá kell tenni a kínálati oldalt. Tehát nyilván az magától értetődik, hogy az energiatermelést azt ki kell váltani zéró karbon energiaforrásokra. Ugye a nap és szél az egy óriási sikertörténet, Magyarország a szelet nem tudom, hogy miért hanyagolta el. Az atomenergiának mindenképpen benne kell maradnia a történetben, az is egyébként globálisan egy sikertörténet. A keresleti oldal változásaira létfontosságú szükség van, mert olyan volumenű tiszta energiát kell a termelésbe berakni, ami egy ijesztően nagy feladat, még akkor is, hogy a kereslet változik. De a keresletet, megváltoztatod a keresletet, behozod az új technológia kínálatot. Zoltán, én a Nemzetközi Energia Ügynökségben 10 évet töltöttem el azzal, hogy kivétel nélkül minden évben a napenergia előrejelzéseink túl pesszimisták voltak. Kivétel nélkül minden évben így följebb kellett vinni, hogy nem a napenergia nem így fog nőni, hanem így fog nőni. Aztán a következő évben beláttuk, hogy nem, ez is túl pesszimista volt, így fog nőni. Ez nagyon szuper, hogy ez történt, és ennek örülnünk kell, hogy ez így történt, László. Csak a helyzet a következő, ha csinálsz egy napelemet, akkor ugye annak is van fizikai lábnyoma. Tehát az anyagfelhasználás akkor is, hogyha nem fosszilisből csinálod, anyagfelhasználás, szemét és egy csomó minden. Na most, hogyha van egy steady state gazdaságod, egy stacionál gazdaságod, akkor egy idő után egy limitált számú napelemed van. De ha növelni akarod a gazdaságot, akkor több és több és több és több napelemre van szükséged. Napelemből is sem tudunk egy bizonyos szintnél többet gyártani. Csak nagyon rövid válaszra van időnk, igen, mert lejártunk. A gazdaságot akarjuk növelni, nem pedig az energiafogyasztást akarjuk növelni. Az energiafogyasztás az összes kritikus klíma szenárióban a világ energiafogyasztása stagnál, nagyjából az nem tud megvalósulni növekvő gazdasággal, mert a növekvő gazdaság az azt jelenti, hogy kiadsz valamennyi pénzt napelemre. Istenem, ez a kapitalizmus csodája, hogy kihozza ezeket a hatékonysági előre. Jó, itt most le kell zárnom ezt a menetet. És térjünk át a harmadikra. Hát itt látszik, hogy nem született megoldás, ami nem is baj egyébként, tehát ettől vita a vita, és nem egy barátságfüzetet töltögetünk ki. A harmadik és legutolsó témánk pedig, hogy mi a mi feladatunk itt a teremben. Ugyanis a fiatal értelmiségi felelőssége az, hogy... Én azt gondolom, hogy alapvetően koalíciókat kell építeni. Tehát azt gondolom, hogy ez a feladat, ez túlmegy azon, amit csak az ipar meg tud oldani. Ez a feladat, ez túlmegy azon, amit csak kormányok felülről jövő jogi döntésekkel meg tudnak oldani, és túlmegy azon, amit mondjuk a civil szféra magában meg tud oldani. Tehát igazándiból az energiaszektor az 3 ponton csatlakozik a társadalommal. Tehát ti, mint a társadalom szereplői, 3 sapkátok van. Ugye 1, mint fogyasztó, hogy mit vásároltok, 2, mint állampolgár, kire szavaztok, és 3, mint befektető, mi befektetik a pénzeteket. Ugye az iparág az reagál a fogyasztói döntésekre, és az egyik olyan dolog, ami engem nagyon optimistává tesz, hogy egy láthatóan növekvő piaca van annak, hogy fogyasztók fizetni akarnak saját maguktól fenntartható termékekért. Tehát ez egy létező, megmozduló fogyasztói viselkedés. Ugyancsak, ahogyan az emberek a pénzüket befektetik, azt mi, mint tőzsdéjegyzett vállalat napi szinten tapasztaljuk, hogy a befektetői várakozások fenntarthatósági szempontból intenzifikálódnak. És végül nem utolsó sorban, hogy a kormányoknak olyan típusú döntéseket kell majd hozniuk, amelyek ma még politikailag lehetetlenek, és ti nektek kell ezt majd lehetővé tennitek azzal, hogy a társadalmi kommunikációs politikai közeg megváltozzon. Ebben a körben 100%-osan egyet fogunk érteni, én ebben semmivel nem fogok vitázni, amit most mondtál. Tényleg így tudsz kötődni a társadalomhoz és ezek a felelősségeid. Én azt a részét hangsúlyoznám ki, hogy értsük meg, hogy egyéni fogyasztói viselkedéssel nem fogjuk tudni önmagában megváltoztatni a világot. Tehát természetesen fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, természetesen fontos, hogy biciklizzünk és egy csomó mindent csináljunk, de önmagában ezzel nem fogjuk tudni megállítani a klímaváltozást. Tehát én azt a részét, amikor azt mondtad, hogy a politikusokat kell rászorítani arra, hogy a szabályozás, a beruházások,
fenntartható módon történjenek, azt hangsúlyoznám ki, tehát rendszer, mert ameddig elmegyek a boltba, és minden az égvilágon műanyagban van csomagolva, és ameddig fosszilis áram jön a falból, addig hiába, nem azt mondom, hogy hiába, mert természetesen mondom, az egyéni viselkedésnek is van hatása, de nem fogja tudni megállítani a rendszerszerű változásokat, tehát rendszerben kell gondolkodni. Az egészen biztos, hogy rendszerben kell gondolkodni. Azt is gondolom, hogy eltöltöttünk 20 évet azzal, vagy 25 évet, hogy mindig vártunk arra, hogy majd a következő klímacsúcs megoldja a problémát. És én ezt szeretem úgy hívni, hogy a gyűrűk ura megközelítés, hogy majd az emberek, a tündék és a törpék összegyűlnek a tündérligetben a nagy fa alatt, és majd együtt megállapodnak abból, hogy együtt legyőzik a gonoszt. De az világosan látszik ugye 20 év klímacsúcsai után, hogy nem így fog megvalósulni. Tehát nem, soha nem lesz olyan pont, hogy azt mondjuk, hogy na most megvan a nagy megállapodás, és most megmentettük a világot. Ilyen pont soha nem lesz. Olyan pont lesz, hogy nagyon sok apróság, a technológiai innováció, a beruházások átalakulása az energiaiparban, a fogyasztók változásának a viselkedése, az, hogy a kormányok reagálnak az új választógenerációnak a döntéseire, ez a sok pici dolog fog összeállni egy mozaikká, amiből utána a megoldás kirajzolódik. Ha már a gyűrűk urát mondod, engem az zavar a gyűrűk urában, hogy folyamatosan csak vonulnak, tehát egy véget nem érő seregszemle. Csak mennek. Én lennék az első, akár orkként, akár leveteszem a fegyvert, azt mondom, menjetek, csak én leültem pihenni. Ugyanezt érzem egyébként akkor, amikor elmegyek a 150. klímatüntetésre, amikor azt mondják, hogy civilként ellenőröznöm kéne a gazdasági vagy politikai szereplőket, mert nincsen a kezemben igazi fegyver, mert csak egy 3D virtuális fegyver van a kezemben. Gyűrűk urában maximálisan egyetértünk, azért mentem ki a moziból, mert folyamatosan csak vonultak, és jött a következő társaság. Konkrétan azt gondolom, hogy nem a klímacsúcsokon dől el a dolog, ez természetesen igaz. Amit a klímacsúcsokon képviselnek a politikusok, az már a nemzeti közvitáknak az eredménye. Tehát, hogy oda kimegy mit képviselni, az nem az előtte levő pár napban dől el, amikor ez tematizálódik, hanem a gyakorlatilag folyamatosan, tehát hogy azok a viták, az a közbeszélgetések, amelyek történnek, mint például ez, vagy bármelyik fogja eldönteni, hogy mennyi nyomást éreznek a politikusok arra, hogy érdemi változást csináljanak. Tehát alapvetően ez egy folyamatos nyomásgyakorlás, és egyébként meg beszélgetés minél több emberrel. Tehát, hogy legyen ez a homlok terében, mint a legfontosabb problémája az emberiségnek, minden más bugyuta, kisstílű hülyesség, amiről a politika szokott szólni, és lássuk be, iszonyatos hülyeségekről szokott, és felszínes dolgokról a politika. Ha képesek vagyunk megállni, hogy minden ilyen pitiáner baromságra reagáljunk napi szinten, és képesek vagyunk arra, hogy érdemi dolgokról beszéljünk folyamatosan, akkor ez lesz a fókuszában a politikának, és az a politikus, aki elmegy a klímacsúcsra, az már ezt fogja képviselni. László, egy utolsó. Igen, egy másik olyan kérdésem a fiatal értelmiségek között, hogy a világ nagyon sok részén az energia átmenet az ugye része lett a kultúrháborúnak. Tehát az amerikai kollégákkal szoktam viccelődni azon, hogyha megmondod nekem, hogy mit gondolsz a defunding the police-ról, a rendőrség finanszírozásának a megszüntetéséről, akkor a válaszodból meg tudom gyorsulni, hogy mit gondolsz a 100% megújuló energia célkitűzésről. Na most ez nem egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy egy zero carbon gazdaságban is lesznek kulturális ellentétek. És a zero carbon gazdaságban is lesznek a liberálisok és a konzervatívok közötti viták, és az egy teljesen normális dolog, és azért lesznek választások, hogy ezeket eldöntsük. Azt gondolom, hogy arra van szükség, hogy különböző világnézetű, különböző meglátású, egymással egyébként nem egyetértő emberek, azok hatékonyan együtt tudjanak működni egy nagyon komplex, nagyon nehéz probléma megoldásán. És ennek itt most láttuk is a példáját, hogy egy parázsvita után, tulajdonképpen az utolsó 7 percben együtt látjuk, hogy milyen megoldásokra van szükség, és nagyjából ugyanazt az utat látjátok mind a ketten, úgyhogy én le is zárom a harmadik menetet. És arra szeretnélek megkérni benneteket, hogyha van kérdésetek, akkor azt most itt látom, hogy egyből van is. Megkérem az önkénteseinket, hogy adjanak megafont a kezükbe. Szervusztok, Kis Viktor vagyok. Sokkal többet tudtok nálam a témáról. Én, mint biológus évek óta egy nagyon érdekes jelenségen szoktam gondolkodni, és kíváncsi vagyok, hogy nálatok ez mint kérdés fölmerül-e. Ugye mi itt a teremben széndioxidot bocsájtunk ki, meg úgy általában az emberiség. Az itt lévő növények viszont széndioxidot kötnek. És azok a széntelepek, amiket említettetek, és amiket fosszilis energiaként használunk,
azok körülbelül 300 millió éve keletkeztek, amikor a légkörben a szén és a széndioxid és oxigén arány az 1:1 volt. Tehát ugyanannyi széndioxid volt, mint oxigén. Ez az az állapot, amikor a növények nagyon jól működnek, és szeretnek biomasszát létrehozni. A mostani légkörben, amikor a széndioxid oxigén arány azt hiszem 1:500, tehát 500-szor kevesebb széndioxid van, a növények tulajdonképpen szenvednek. Lehet-e egy lehetséges megoldás, és kérdezem ezt úgy, hogy teljesen ellene vagyok a globalizációnak, tehát minél kevesebb energiakibocsátást szeretnék szívesen látni, lehet egy lehetséges megoldás az, hogy egész egyszerűen a növényeket jó támogatni, és bízni abban, hogy a légkörben lévő többlet széndioxidot be tudják építeni. Köszönöm szépen a választ. Jó, a válasz az, hogy egyértelműen igen. Tehát ugye az energiaszektor széndioxid kibocsátása az most globálisan nagyjából 40 milliárd tonna per év környékén van. És akkor ezek kívül a land use change, ami egy ilyen elegáns és politikailag korrekt neve az erdő kiirtásának, az körülbelül évi 6 milliárd tonnát ad még ehhez hozzá. És minden hiteles klímamodell az azzal számol, hogy ezt a 6 milliárd tonnát, ezt minimum nullára levisszük, de lehetőleg negatívra visszük vissza, azzal, hogy visszaerdősítünk és támogatjuk a természetes élőhelyeknek a visszaalakulását. Tehát a természet és a természet és környezetnek a regenerációja az legalább annyira fontos, mint az energiaszektor átalakulása, és anélkül, hogy egy áttörést érnénk el a természeti környezetben, az energiaszektor átalakítása önmagában még nem fogja megállítani a bajt. Szóval válasz az, hogy elméletileg igen, gyakorlatilag nem. Miért? Mert ugye nyilvánvalóan fontos természetesen a természet támogatása, és minél nagyobb arányban legyen természet a bolygón. De a helyzet az, hogyha föl szeretnéd szívni a jelenlegi szén állományát a világnak, ezt kiszámolták, akkor nagyjából India teljes területének dupláját kellene úgy beerdősíteni, hogy ez valós legyen. Na most ugye, mivel már elkéstünk, ezért annak a valószínűsége, hogy mondjuk a közeljövőben India területének dupláját beerdősítjük, ezért ezt a politikai gazdaságtani valószínűségét bárki bekalibrálhatja, hogy ez mekkora valószínűséggel fog megtörténni. Tehát önmagában ez nem fog megtörténni. Igazából azt gondolom, amit korábban is mondtam, hogy nem áll le a gazdasági növekedés, hogyha nem kezdünk valamit az előállításával a problémának, akkor önmagában nem lesz megoldás, természetesen az a valami, ami támogatandó a természet térhódítás. Van-e más kérdés? A Pogácsa Zoltántól szeretném kérdezni, hogy a Globális Elit című könyv egy borzasztóan érdekes felvetéssel indul, mégpedig azzal, hogy a világ GDP termelésének talán 50-60%-a és annak megtermelői, illetve azoknak a tulajdonosai beleférnek egy mikrobuszba. Ez nagyon tetszik nekem, de akkor rögtön jön a kérdésem is, hogy tulajdonképpen nem elegendő, vagy nem lenne elegendő ezt a 8 vagy 9 embert meggyőzni arról, hogy mi lenne a helyes irány a zöld kapitalizmus tekintetében? Amit idézek adatot a könyvemben, az nem az én adatom, hanem az ugye az Oxfam-nek az évről évre kijövő jelentése, ahol egyre kevesebb és kisebb buszra van szükség ahhoz, hogy ezt a globális elitet oda belerakjuk. Nekem az a válaszom, hogy ez önmagában nem. Egyrészt, mert őket nem fogod meggyőzni, tehát hogy egy nagy részük valójában ellenérdekelt, és azért a leggazdagabb, mert ő a tulajdonosa ezeknek a kibocsátott cégeknek. Másrészt meg, ha azt a 8-at meggyőződ, akkor a helyére lép másik 8. Tehát rendszer, rendszer, rendszer. Itt sem egyénekben gondolkodnék. Ezek rendszerek. Hogyha azt a 8-at meggyőznéd, hogy holnap az összes pénzét investálja egy fenntarthatóságra, akkor ugyanazokba a strukturális pozíciókba belép neked 8 másik ember. Tehát amíg a rendszert nem változtatod meg, ez nem személyfüggő. Én továbbra is azt mondom, a könyvben is ezt írom, nem érdemes haragudni Jeff Bezosra, nem érdemes haragudni elit emberekre, nem a egyes személyen múlik, hanem azon a rendszeren, ami kitermeli azt, hogy ilyen típusú koncentráció jöjjön létre a világgazdaságban. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményetek a klímatokenekről, és hogy melyik ilyen módszert tartjátok a leghatékonyabbnak? Szóval mondjam, rettenetes mennyiségű hype van az összes ilyen blockchain technológia energetikai alkalmazására, ilyen
hogy milyen átlag havonta kopogtad be hozzám egy valamilyen blockchain profétra azzal, hogy van egy fantasztikus blockchain megoldásunk, és most keresünk egy problémát, amit megoldhatnánk vele. Ezzel együtt, ahol azt gondolom, hogy a blockchain alapú megközelítéseknek és a tokeneknek van egy értelmes szerepe, az, hogy a fogyasztó informálás az alaposabb legyen. Tehát elméletben hiába próbálnál környezetbarát terméket venni, most bemész egy szupermarketbe, megnézed azt a Made in Vietnam Nike cipő, most az, hogy mi történik abban a vietnámi gyárban, azt senki nem tudja. Most vannak olyan blockchain alapú rendszerek, amelyek elvileg minden egyes karbonatomot tudnak verifikálhatóan nyomon követni, és ez ennek van értelme, és ez egy intelligens megközelítés, de most én nem szeretném egyiket sem reklámozni a többivel szemben. Gyorsan még van idő szerintem kérdésre. Hát, nagyon sokan jelentkeztek, aminek nagyon örülünk. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy van ez az ismert mondás, hogy könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét, és hogy Zoltán tudna mondani egy példát az újraelosztásra, amit említett, ami nem egy kapitalista megoldás, és jelenleg már elkezdett működni. Nézd, én azt gondolom, hogy a kapitalizmusból kapitalista megoldások fognak minket kivezetni, tehát ahogy a szovjet típusú rendszerek elleni küzdő ellenzékiek is ladákból dobták kifelé a szamizdat folyóiratot, mert nem volt más. Tehát ha csak ladád van, akkor ladával kell szállítani a Kádár rendszerben a szamizdatot, és azzal tudod megdönteni a rendszert. Tehát nem kapitalizmusban kapitalista megoldásokkal lehet küzdeni a kapitalizmus ellen. Kivezetni minket egyszerű természetes folyamatok fognak. Tehát egész egyszerűen kezdjük azzal, hogy az, ami most van, az már nem az a típusú kapitalizmus, amit mondjuk egy tankönyvben leírnak neked. Tehát az, hogy mondjuk verseny egyre kevésbé van, és csomó más aspektusa a kapitalizmusnak, tehát szépen lassan szerintem haladunk kifelé a kapitalizmusból. Egyébként, ha ezeket az újraelosztási és fenntarthatósági dolgokat komolyan vesszük, akkor ez ki fog minket vezetni a kapitalizmusból. Ezért szoktam nagyon sokszor hivatkozni a skandináv modellre, mert azt gondolom, hogy ha komolyan veszed a skandináv modellt, az újraelosztást, az inkluzivitást, a befektetést a minél szélesebb társadalmi igazságosságba és a fenntartható, ezek az egyszerű alapelvek, ezek kivezetnek minket, és egy más típusú rendszer, tehát mondom, 3-400 éve nincs más, mint kapitalizmus a világban, a szovjet rendszer nem volt alternatíva, de organikusan létre tud jönni egy posztkapitalista rendszer, ami lehet, hogy sokkal jobb lesz, sőt azt gondolom, hogy sokkal jobb lesz, mint amiben most élünk. Legyen ez akkor a végszó, és nincs más mátra, mint hogy megkérdezzelek titeket, hogy nektek mi a véleményetek. Most hallottuk a két vitázó fél véleményét. Nektek mi a véleményetek? Tegye föl a kezét az, aki azt mondja, hogy nincs remény, a kapitalizmus velejéig romlott, nem tud kizöldülni. Tegye föl a kezét, aki így gondolja. Még ez legalább 6 kérdés egyszerre. Aki ezt a 6-ot mind igaznak gondolja. És tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy igenis van remény, és meg tudja gyógyítani magát a kapitalizmus. Ez is 2 kérdés egyszerre. Aki mind a kettőt igaznak gondolja. De a lényeg akkor az, hogy fordítsuk le úgy, hogy nincs remény, vagy van remény, és hál' Istennek nagyon sokan tették fel a kezüket arra a kérdésre, hogy van-e remény. Úgyhogy van remény, köszönjük szépen, és szeretnék kérni egy óriási tapsot a két vitapartneremnek, Varró Lászlónak és Pogácsa Zoltánnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.